hétvégén, és mindenkinek kellemes időtöltést, jó szórakozást. 7-essel Imrének szemébe világít a reflektor, Dávid, neked is egy kicsit. Ez most milyen páros, alkalmi, vagy együtt maradtok? Hát meglátjuk, reméljük, hogy ez nagyon-nagyon jó fog sikerülni ez a verseny, bízunk benne, hogy úgy lesz, ahogy szeretnénk. Elsősorban azért is jöttünk, hogy teszteljünk az ERC futamra, amin a jövő héten fogunk menni, de nagyon gyorsan szeretnénk menni, és nyerni szeretnénk, azért jöttünk. Bízom benne, hogy jó lesz, remélem, mitől fogok tudni tanulni olyan dolgokat, ami még gyorsabban fog minket tenni. Nagyon sűrű a programod Eger után, nem sokkal, egy-két nappal pedig már utazol Írországba. Hát hétfőn utazunk kifele Írországba, de én úgy gondolom, hogy elég sok kilométer lesz bennünk addig, hogy odaérünk, és biztos vagyunk benne, hogy gyorsan fogunk menni, és ez a cél. Köszönöm szépen, Dávid, sok sikert kívánunk a holnap, illetve a vasárnapi napra, valamint természetesen a jövő hétre is, az írországi nemzetközi viadalra. 17-essel, tehát Botka Dávid és Tóth Imre biciklisek. Yeah.
és Tóth Imre következik a sorban. A Mitsubishivel végig partiban, végig az élmezőnyben, végül is az ORB értékelésében a dobogó harmadik helyén Botka Dávid és Tóth Imre. És a kettes géposztályban a harmadik helyen ugyancsak Botka Dávidék. A polgármester asszonytól érkeznek a serlegek. Dávid, hagyd kérjek egy rövid értékelést, mosolyogtok. A puszit természetesen megvárjuk. Tehát egy harmadik helyezés, abszolút jó ráhangolódás volt az írországi futamra? Igen, mert kicsit önbizalmat veszítettem ez az Európa bajnokság két futamán. Úgyhogy nem gondoltam, hogy tudunk még gyorsan menni. Kicsit hamar elvesztem az önbizalomat. De így nagyon jól esett, és nagyon gyorsan tudtunk menni, és végig az élmezénybe mentünk, és tényleg ilyen másodpercek, meg tizedek voltak köztünk. Ha elejétől jobban összerakjuk ezt a versenyt, akkor még sokkal jobb lehetett volna, de így is jó volt, örülünk, hogy itt vagyunk a célban. Köszönöm szépen, gratulálunk a dobogós helyezésekhez. Botka Dávid és Tóth Imre tehát az ORB értékelésének harmadik helyén, gratulálunk!